Tele vagyunk szójátékokkal, meg sztorikkal ebben a könyvben, amit Hegyi Iván írt, és nem a sportról. Akarod, hogy a fociról beszéljünk? Beszéltünk arról is, jó esélyt kívánok, szia! Éjjel-nappal rock, ez a Rock and the Clock-nak a végre rendes fordítása, mert ez mindig úgy hangzott, hogy óra körüli rock, aminek persze semmi értelme nincsen, ez így legalább magyarul van. Beleestünk ebbe az néhányon, mi se vonjuk ki magunkat hajdanán, és azt is, hogy le volt írva fonetikusan, hogy je suis une poupée de És ráadásul ember nem tudta, hogy ez Franz Gall. Franz Gall és ember nem tudta, hogy ez micsoda. Na, mi az, baba? Igen. Nagyon előre szaladtunk. Igen. Ráadásul én messzebbről és egy szomorú apropóval akartam kezdeni, de hát itt a könyv, amit dedikáltál, köszönöm szépen, és ebbe így belegavajottam, és szerettem ebbe a címbe, hogy éjjel-nappal rock, rock and the clock. De most tudtuk meg, hogy két nappal ezelőtt elhunyt Cseke László, Ekecs Géza, aki hát ennek a generációnak, amelyiknek szól ez a könyv igazából, akik tudják azt, hogy mi a Rolling Stones, emlékeznek rá, hogy milyenek voltak a Beatles fiúk, tudják, hogy ki Franz Gall, akit most egy darabig idéztél, számukra a zenét jelentette meg a szabadságot. Hát, talán a mi generációnk előtti generációnak, én azt hiszem, mert én utána néztem, nem ma, hanem mikor. Hát még én is hallgattam. Igen, persze, én is hallgattam, de amikor a mi generációnk elkezdte hallgatni a rock and rollt, tehát akkor már a rock and roll és a beat nyomait már lehetett hallani. Tehát olyannyira lehetett, hogy 62-ben mondjuk a Speedy Gonzales, ugye az Oker volt, már magyarul is énekelték, tehát Kósi, annak az eredeti egy... Ez így van. Tehát ugye 59-től ment a Teenager Party. A Szabad Európa. Azt tudod, melyik volt az első darab, amit lejátszott? Nem. Na, végre valamit tudok neked mondani. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Ez volt az első, ami ott megszólalt. Rendben van, hát nem olyan rossz. Na most, na erről beszélek. Na ennek nyomai se volt a gondolom magyarul. A mi generációnk előtti generáció. Az nem hallotta 59 előtt. Tehát nem egyenesbe hallotta, nem tudom én, a Hound Dogot, ugye 56-ba. Sőt. De 60-as években már, az már csak romantikus túlzás. Én hát utána azért néztem, a Rádió Luxemburg meg a Szabad Európa volt a forrás, igen, igazából. Ez így van. Olyanoknak, akik játszani akarták a beatet vagy a rockot, hallgatták a zenekarok, és ugye aztán, ahol elment a zavarás miatt a hang, akkor kitalálták, hogy mi van, először is haladja, ugye? Másrészt, hogy mi lehet a zene. De a nevetni fogsz, mert a könnyű zenei műsorok tömkelege volt már. Tehát reggel 8-10-kor már tánczene volt a rádióban, nem viccelek. Ezt megnéztem a rádió és tévé újságban. És este 22-10-kor még táncoljunk éjfélig. Hát nem ugyanaz a tánczene volt, mint pillanat, amire igen, de 3-4 olyan szám benne volt mindig, mint a Speedy Gonzales. Mondjuk 3 és egy olasz, mondjuk a nem tudom én, Come Prima vagy Guarda Come Dondolo az előzésből. És akkor azért 3-4 már ment. Na de nem tudom én, a megelőző generációból az egyet se hallhatott, gondolom. Nekem megadatott az a szerencsén, dolgoztam egy picit együtt Cseke Lászlóval, amikor megérkezett Magyarországra, a Danubius rádióban szerepelt Komjáti György, és ez egy nagyon furcsa dolog volt, mert hogy ők egymás ellenfelei voltak, és Komjáti azért lett Komjáti, mert ott volt a másik oldalon Cseke a vasfüggöny túloldalán, és kellett ellensúlyozni az ő hatalmát a fiatalokkal szemben. És ez a két ember összetudott barátkozni ezzel a találkozással, mert tudtak egymásról 25 éven keresztül. Hát persze, az ott egy csodálatos pillanat az volt. Az igazi klasszisok egyébként tényleg nagy szerencséd volt, de te értesz a rock and rollhoz. Tehát, hogy az igazi klasszisok tulajdonképpen csak addig vannak egymás ellen, mondjuk a teniszbe is, csak mondjuk valamit, amíg játszanak. De a teniszt együtt képviselik. És ez a kettő nyilván, hát én emlékszem, hogy szerintem néhány kiszes is volt, akkor azt hitte, hogy az valami tizenévesek pártja, mindig azt mondta, hogy teenager party. Igen, és igen. A 16, 19, 25, 30, 41, 49, és rövid hullámon. És mindig ez a rövid hullámon. Egyébként Cseke Géza képeit látták, igen, az előbb, és nekem azért fontos, hogy most erről tudtunk beszélni pár mondatot, mert egy kicsit erről szól a könyv is. A szabadságról. Hát azért ez a műfaj, ez nagyon sokáig nem csak a zenét jelentette, hanem valami mást is, ez már a nagyjából elveszett. De amiről te írsz, az még az a korszak, még az a Whitney Houston féle 90-es évek eleje is, ami
ami azért arról szól, hogy a zenének van tartása. A zene az ad valamit az ember életéhez, ami nem csak egy háttérzaj, hanem valami plusz tartalom. Hát nekem, ugye ez nem akar semmiképpen egy rock enciklopédia lenni. Ezek történetek. Nekem egy rajongó története, inkább úgy mondom. Nekem a zene azt adta a legtöbbet, hogy álltam az Omegán, és 10 centis dobogó volt az Omegán a E-épületbe. És olyanok voltak, mint mi. Én persze sokkal fiatalabb voltam, mint ők, vagy kisfiú voltam hozzájuk képest, akkor még nagykor különbség volt ez. És olyanok voltak, mint mi, és mégis mind a félistenek. És hát velünk élt ez az egész. Olyan volt, mintha mi írtuk volna a számokat, persze, mert nem mi írtuk, hanem a Presser írta, meg az Adam is. De helyetted írták. Igen, és hogy mi énekeltük, és teli torokból, és lehetett, és nem tudom. Van ebben némi magyar is, LGT, meg mi egyéb, és rengeteg külföldi történet. Ezek benned élnek, vagy gyűjtöttél? Hát nem lehet, szóval fejből nem lehet írni egy könyvet nyilván, de benne, hát sok minden nyilván. Ezek érzések, hát nyilván az... A mi generációnkban azt nagyon jól fogalmaztad meg, hogy ez nekünk az életformánk volt. Ez olyan volt, tulajdonképpen az én életem szerencsés, ha így mondhatom, mert a futball társadalmi hatása és a rock and roll társadalmi hatása az felbecsülhetetlen, igaz? Hát a futballé még nagyobb, végül is. És látjuk, hogy a futball társadalmi hatása az akkor is megvan, hogyha borzalmas. A zene, ha borzalmas, akkor a kutya nem kíváncsi. Hát, a focira se. Jó, ez nem ez, jó. Nem volt jó mondat, mert pont azt látjuk, hogy ez se. Igen. De mindegy, azon a szinten. De értjük ami, szerintem, mire gondolok. És én, hát persze. És részesei lehettünk. Mert azért ebben a nem csak az LGT van, nem csak az Omega, benne van a Hungária, benne van a nem tudom én, a Illés, szóval a Skorpió. Mi ezt átéltük. Tehát és azt gondolom, hogy nagyon magas szinten éltük át, már úgy értem, hogy ezek nagyon magas színvonalú zenekarok voltak. És... Rengeteg keresztutalás van, hogy ez a zene, ami egyébként eredetileg abban a Scorsese filmben szerepel, de aztán feldolgozta az X-it, ezt te menet közben is így követted, vagy most, amikor írtál és készültél, most csodálkoztál rá, hogy ez egy dal ennyiféle életet élt? Nem most csodálkoztam rá, persze az írás közben aztán az ember utána néz, meg ellenőriz dolgokat. Mondjuk nézem a korabeli filmet, a Richard Gere-el a... Mi volt a cím? Micsoda nő. Tűrűrűrűrű, és akkor elgondolkoztam, hogy hát 64-ben volt tűrűrűrűrű, Roy Orbison. És 90-ben volt az a film. Hát az már majdnem akkor negyed század, több mint negyed század volt. És ment a főcímzene, hogy tűrűrűrűrű, és pontosan ugyanúgy élt, mint 64-ben, amikor Orbison eljárt. És mit tudott csinálni a film? Roy Orbison visszahozta az a film a köztudatból, már réges-rég egy leáldozott sztár volt, és csinált még egy olyan lemezt, amit be tudott kerülni hát, a legjobb 10 közé, igen, ennek a filmnek a hatására, és mondjuk sokáig nem élvezte sajnos. A halála is szerepet játszott szegény, most ma úgy látszik ezzel vagyunk, tehát ugye, hogy szóval, hogy mondjam, ugye volt az a lemez közvetlenül a 89-ben a Orbison lemez, a California Blue, meg nem tudom mi volt rajta, mi volt a címe már, mindegy, de a leghíresebb dal a California Blue volt, és hát az közel, de sok ilyen van. Hát ha más nem mondok, a Traxnak volt egy dala, ugye a 67-es és a igazából szerelembe, az egész film arról szól, arról a dalról, a karácsonyi változatáról. És hát az a film az mikori? 2000-es film. És igazából szerelmen is gondolkoztam, hogy mi az, de hát félét, persze. Hát az, én már félét, de hát az zseniális. Hát persze. És mikor 67-ben énekelt... Abban van a miért legyetek rockstar, hogy ezt most nem fogom elmondani, mert nincs karika hát kirakva. Persze, meg hogy majd jövőre kijavítjuk, a kormányom volt a ilyen, persze. Hát, de az egész film erről a dalról szól, igaz? Ez a középpontjában van. És egy 67-es nóta. Hát milyen nóta? És ha azt mondtad volna valakinek, hogy Trax, hát te érted? De az nagyon elmúlt. Az és még egyet mondom. Az a zene nagyon elmúlt. Hogy a gyerekeken látom, hogy elkezdem, és kívülről tudják, és a mai tizenévesek közül nagyon sokan kívülről tudják. És ugyanígy tívül, hogy hé, te, aki az utcán újságot árulsz, és így tovább. Meglepően sokan. A gyerekek közül. Tudod miért? Mert ezt hallgatod otthon. Hát
De nem csak a saját gyerekeim. De, én is ezt hallgatom ott. Várjál, ugye, de ezt belevenni nem lehet belőle. Az ifjúságunk kedvenceit hallgatjuk és tanítjuk a gyerekeinek, egy darabig fanyalognak, aztán együtt éneklik. Nem is fanyalognak. De, nem is csak a mi gyerekeinkről van szó. Az én apám elmegyek... Perikómot hallgatott otthon, és mondtam, hogy apu, ez olyan nyálas, ez borzasztó, és ma már tudom, hogy hogy volt az meghangszerelve, az egy csoda. Volt nem már Blackbirds-en? Nem. Blackbirds, az Beatles-t játszik ma Magyarországon. Nézd meg a közönséget, kívülről vágják az összes. Erről van szó. Na, hogyha önök olyanok, akik kívülről tudják a régi zenéket, ennek a könyvnek minden sorát élvezni fogják, mert ez olyanokról szól. Főleg olyan előadókról, meg az ő történeteikről, meg a dalok történetéről. Meg egy kicsit azt hiszem Hegyi Iváról is, aki a vendégünk volt. Köszönöm. Én köszönöm, hogy meghívta.